Mai reggelim prémium produktum. Azt mondja, hogy Carol Fernandez Meat Ltd. burgerja. Autentikus burger száraz szalámi, készült friss búrjú és marhahúsból. Só, cukor, antioxidáns, aszkorbid sav, prezentatív rozmari is van benne. Natural spices, tehát természetes fűszerek. Természetes étel, disznóhús nélkül. Ez valószínűleg a burgári muszlimoknak készült. Azért van benne kihangsúlyozva. Rá is van írva, hogy pork free. Valószínűleg azért. Hát nézzük meg! Szép csomagolása van. Ez nincs bajom a burgári ételekkel, nagyon jókra tudnak csinálni. Szép a csomagolása. Teljesen jó. Nézzük meg. Nagyon jól néz ki egyébként. Persze most van egy teherautó. Nem baj. Nagyon jól néz ki. Teljesen, szinte teljesen zsírtalan. Nagyon jó. Azért megkóstolom, mielőtt megrakom. Rajtam, de nem túl hasonlózottan, és érzik rajta, hogy marhahúsból van. Határozottan érződik, hogy marhahúsból van. Teljesen jó. Itt a gépen, itt van neki árván. A angol gépkező kollega ma nem jött.
a faszát rakja meg vele. A létező legrosszabb próbáltam nekik ajánlni az előbb. Hét autó esett be, mikor nekiállt a venni. Hét. Végeztem. Próbálom folytatni. Szóval... Már megint mi a faszom van. És jön egy nyolcadik is. Hát ez a mai, ez egy mai ilyen nap. Ez egy ilyen nap. Nem hagynak végelni. Ez egy kiváló szalámi. Érdekes, hogy gondolom a disznó húsmentesség nem vettem a kihangsúlyozva rajta a muzulmánok miatt, de nincs ráírva, hogy halal. Itt Londonban, itt minden rá van írva, ami olyan, hogy a muzulmánok lehetik, hogy halal. Ez a muzulmán vallás, az olyan, mint a zsidónál kósár. Hogy a vallási előírásoknak lett levágva, megfelelően levágva az állat. Hagyjátok befejezni, vagy nem hagyjátok befejezni a reggelimet. Na. Szóval nem halal. De nagyon finom.
Tényleg egy ilyen... Nagyon zsírmentes. Nagyon száraz. Halámi. Látszik rajta. Nagyon finom. Aztán mondom, hogy nagyon finom. Ember nem értem, hogy mondom. Ember nem értek.